Új százra érkezett szombaton délután a Jász század. Itt zárult a 20. alkalommal megvalósuló országos szintű Doni Hősök emléktúra egyik szakasza. Régen egy menetet szerveztek, már azonban akkora az érdeklődés, hogy több mint ezer fő mozog a menetekben. Ezeket a létszámokat országszerte több század keretén belül tudtuk megszervezni. Ez azt jelenti, hogy csaknem egy hónap időtartamban, ez a januári hónap, igazából a Doni Emléktúra keretein belül egész hónapos programot jelent különböző országrészeken. A szombati eseményre Egerből, Nagykátáról és Budapestről is érkeztek hagyományőrzők, aktív és tartalékos katonák. Mi reggel egy ünnepi megemlékezéssel indítottunk 9 órakor Jászbalokházán, 10 órakor még megkoszoróztuk az ismeretlen magyar katona sírját, és onnan indultunk fél 11-kor, és 17 kilométert jöttünk hátul gyalog a csékosi részen, és akkor itt jöttünk be, most megérkeztünk újszászra. A megemlékezésen felidézték az 1943-as Doni eseményeket, melyek a magyar történelem egyik legnagyobb hadi vezettek. 1943. január 12-én indította meg támadását a szovjet vörös hadsereg a Donkanyarban, melynek következtében a 207 ezer fős második magyar hadsereg, mintegy 100 ezer katonája vesztette életét. A második magyar hadsereget német követelésre kormányközi egyezmény alapján küldték ki a keleti frontra. A frontra kivonuló hadsereg fegyverzete és felszerelése hiányos és korszerűtlen volt. Az emlékező beszédeket koszorúzás, majd ágyúlövés zárta új szászon. Tűz!